Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a jelenlévőket és az interneten élőben, illetve majd felvételről igénybevevőket. Szeretnék bemutatkozni, Szedlacsik Miklós vagyok. Én leszek a mai este előadója, amely két részből fog állni. Az első rész 4-8-ig fog tartani, a második rész pedig 7:30-kor fog kezdődni, és a második rész 9:30-ig fog tartani, közben még lesz egy plusz szünet is. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen, arra is megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját némítsa el, vagy kapcsolja ki. Köszönöm szépen, ezt otthon is érdemes megtenni, hogy ne zavarjanak minket. Kezdjük akkor a mai estét, magamról egy pár gondolatot. Nem Szedlacsik Miklósnak hívnak, mint az előbb említettem, és Budapesten élek családommal, feleségemmel most már több mint 30 éves házasok vagyunk, és elmondhatom azt, hogy boldog házasságban élünk. Van két fiunk, akik még nem repültek ki velünk, élnek, 20 évesek. Egy 1987 óta foglalkozok emberekkel, 91 óta dolgozom csapatban, 93 óta vezetek, tanítok embereket. Azóta volt szerencsém több 10 000 ember képzésében részt venni személyesen, illetve több 100 000 embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt időszakban. És hát elég sok olyan dolgot csináltam, ami talán egy kicsit másabb, mint ugye az emberek szoktak csinálni. Tehát mondhatnám azt, hogy elég sok mindenben volt részem. Hát főleg azáltal, hogy ugye több 10 000 ember vezetésében és több 100 000 embernek vittünk el dolgokat, főleg emiatt. Tehát lényeg az, hogy van nekünk egy szervezetünk, mely 22 éves, 93-ban alakult, magyar szervezet, én alapítottam annak idején. Egyébként 17 cég alapításban vettem részt tulajdonosként, több pénzintézetet alapítottam, és több, tehát konkrétan két pénzintézetet vittem a vezetésemmel piacvezetői pozícióba a csapatommal. És ezt úgy, hogy én a múltban semmilyen olyan beosztásban nem voltam, aminek ez köszönhető lett volna. Még pártag se voltam, kisztag se voltam, de még a szüleim se voltak ilyenekbe benne. Tehát egyetlen egy közeli rokonom nem volt még pártag se, és semmilyen olyan beosztásban nem volt. Tehát szüleim alkalmazottak voltak, majd nyitottak egy kis vállalkozást, és munkavédelmi kesztyűvel foglalkoztak. Úgyhogy ennyi volt a múltam gyakorlatilag. Amiből viszont láttam, hogy érdemes vállalkozni, mert édesapámék, amikor vállalkozásba kezdtek, akkor utána jobban ment nekik, mint előtte, amikor alkalmazottként élték az életüket. És én amikor középiskolás voltam, már elhatároztam, hogyha én felnőtt leszek, akkor én vállalkozni fogok, és nem alkalmazotti létben élni. Hát 87-ben lettem először vállalkozó, egyéni vállalkozó, majd 93-ban hoztam létre az első cégemet, és mondom, azóta 17 cégalapításban vettem részt tulajdonosként, és ez mind annak köszönhető, hogy én kicsit többet akartam, mint az átlag, és valahogy nekem sokkal nagyobb szabadságigényem volt mindig, mint a többieknek. Erre csak egy példát mondanék, a szabadság igényem miatt
például az egész laktanyában, amikor katona voltam, hát nem voltunk sokan, csak 170-en, én engem szivattak a legtöbbet, mert nem voltam én rossz, csak szabad akartam lenni, engem szivattak a legtöbbet, és az egész 170 ember közül. Nekem például az iskolák azok börtönként éltem meg, annál csak rosszabb a katonaság volt. Tehát lehet, hogy egy kicsit nagyobb a szabadság igényem, mint más embereknek, és lehet, hogy ennek köszönhetem azt, amit elértem, és mondhatom azt, hogy nem kevés dolog azt, amit elértem az elmúlt időszakban, és ez nem az önfényezés helye, csak hogy legyünk tisztában a dolgokkal, már csak azért is, mert hát az én tapasztalatom szerint körülbelül háromszor annyi tapasztalatom van, mint tehát mondjuk, mint három embernek, vagy négy embernek van annyi, körülbelül annyi tapasztalatom van, tehát mint mondjuk valaki három-négy életet megél, vagy három-négy ember megél egy-egy életet, na körülbelül annyi tapasztalatot sikerült az elmúlt 25 évben szerezni, és mindig volt egy ilyen küldetéstudatom gyerekkortól, tehát én nem átlag ember akartam sose lenni, bár tanultam azt, hogy az átlag ember az ugye nem akar kilógni a sorból, na én gyerekkortól kezdve kilógtam a sorba, tehát én nem akartam beállni a sorba, tehát egyáltalán nem akartam beállni a sorba, ezért ugye az iskolában is gondjaim voltak, főleg azzal voltak gondjaim, hogyha olyat beszélt a tanár, ami nem a tananyag volt, hanem az élettel vagy az ember működésével kapcsolatban, és az első osztálytól, általános iskolás első osztálytól én kijavítottam a tanárt. Na most ezért elég sokat szivattak a tanárok, most idézőjelbe, volt olyan évem, talán az első vagy a második, már nem tudom, általános iskola első vagy második, hogy már több intő nem fért az ellenőrzőmbe. Tehát több intőt nem tudtak adni már, mert nem fér több az ellenőrzőben. És én alsó tagozatban végig kettes magatartása emiatt, mert egyszerűen, ha igazságtalansággal találkoztam, vagy hogyha valami olyat mondott a valamelyik tanár, amit én tudtam, hogy nem igaz, akkor biztos, hogy nem hagytam szó nélkül. Na ezt meg a tanárok nem hagyták szó nélkül. Úgyhogy ha meg lehetett volna buktatni magatartásba emiatt, akkor lehet, hogy megbuktattak volna. És pedig négyes tanuló voltam, tehát nem voltam egy rossz tanuló, tehát mondhatni azt, hogy jó tanuló voltam végig az általános iskolába, de mégis a szorgalma most csak hármas volt végig, furcsa volt. Tehát négyes volt a tanulmányi eredményem, a szorgalma még végig hármas volt, furcsa volt. Igen, kicsit ellentmondásos a dolog. A középiskolában egyébként már ott négyes volt a magatartásom, az általános felső tagozatban viszont hármas. Azért javult a magatartásom, és próbáltam magam visszafogni, mert minden intő után komoly büntetést kaptam otthon édesapámtól, és hát sokszor verést is. Aztán ez kicsit visszafogott. Ha apám nem így viselkedett volna gyerekkorban, ahogy viselkedik, akkor nem ennyire vittem volna az életben, hanem még sokkal többre. Azt tuti. Na úgyhogy lényeg az, hogy nekem se volt egyszerű az életem. Nem volt olyan hetem, mondjuk 7 éves, 6 és fél éves koromtól olyan 12 éves koromig, hogy legalább egyszer ne vert volna meg apu. Tehát olyan hetem nem volt. Úgyhogy, na most annak ellenére,
mégse tudott megtörni, mert az első 7 évben tudott volna megtörni, de a második 7 évben már nem tudott, legfeljebb annyi volt, hogy én otthon jól viselkedtem. Egyébként nem. Azért nem, mert nem voltam rossz, csak még egyszer mondom, nem szerettem az igazságtalanságot. Tehát például mondjuk egy gyengébb gyereket valaki bántott, én biztos, hogy neki mentem annak, aki bántotta. Emiatt rengeteget verekedtem általános iskolás koromban, mert ugye rengeteg olyan gyerek volt, aki a gyengébbeket macerálta, piszkálta, és én ezeket meg nem hagytam. Tehát mindig úgy volt, hogy valahogy a gyengébbek védelmére keltem, tehát mindig volt egy kiemelkedő igazságérzetem, és azt az igazságérzetet csorbulni láttam bármilyen tekintetben. Például úgy is, mikor egy tanárra ki akartak szúrni, és én azt úgy láttam, hogy az nem volt igazságos, akkor az ellen is tettem. Tehát mindig az igazság mellé álltam, és mindig felszólaltam az igazságtalansággal szemben. Ezért szívtam a seregbe a legtöbbet, mert én voltam az egyetlen, aki felmert szólalni az igazságért. Senki más a seregben. Jó, tehát lényeg az, hogy nem tartottam magamat sose átlagembernek, pont ezért, mert nem szerettem beállni a sorba, és nem is akarom tartani magam sose átlagembernek. Tehát akikkel én dolgoztam az elmúlt időszakban, én tőlem igazságtalanságot az emberek sosem tapasztaltak. Olyat legfeljebb, hogy hibáztam, ilyen volt, de hogy én igazságtalan legyek, olyan nem fordult elő, és nem is fog előfordulni. Jó, tehát lényeg az, hogy annak idején 22 évvel ezelőtt létrehoztam egy szervezetet, azért hoztam létre, csak hogy világos legyen, hogy olyan dolgokat tudjak az embereknek nyújtani, ami nekik jó, és a hasznukra válik. Tehát a hasznukra válik. És sikerült valahogy, a teremtőm úgy terelgetett, hogy sikerült egy olyan területre eljutni, a négy pozíció, illetve három piacvezetői pozíció után a negyedik területen, amit én nagyon szeretek csinálni, amiért én születtem, ami nekem a küldetésem, és amit én amíg élek fogom csinálni, és akkor is fogom csinálni, a cigány gyerekek putyognak az égből, most idézőjelben. Tehát egy olyan egyedülálló lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ. Oké, köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell csinálnom. Hát lassan mindenkinek be kellene látni, bár erre ugye nem sok esély van, hogy mindenki be fogja látni, csak sokan be fogják látni, hogy a 21. század felgyorsult világában csak az élhet tartósan boldog életet, aki képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, és a problémáit megelőzni, illetve megoldani. És ezekhez másokat is hozzá tud segíteni. Van nekünk egy akadémiánk, úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia. Egy eddig nem terjesztett, eltitkolt tudást és képességeket nyújt. Ezzel kikapcsolom a... hogy ne zavarjanak itt minket. Jött valami üzenet. Tehát eltitkolt tudás. Ez a lényeg, hogy eltitkolt tudást. Minek titkolnak el emberek elől tudást? Azért, mert egy tudatlan ember könnyen manipulálható, befolyásolható.
minél tudatlanabb egy ember, annál könnyebben manipulálható. Most mondok egy példát, valaki tudatlanságba tartanak, és utána rá tudnak olyan dologra venni, hogy rakja magát körbe dinamittal, és akkor legyen ilyen kamikáze öngyilkos. Hát ez csak egy tudatlan emberrel tudják megbeszélni, és rábeszélik arra, hogyha ezt megcsinálja, akkor majd a mennybe jut. És ez a tudatlan ember ezt elhiszi, hogy ez így fog történni. Tehát egy tudatlan emberrel mindent el lehet hitetni. Tehát egy tudatlan emberrel azt is el lehet hitetni, hogy az ember evolúció alapján jött létre. Igen, és még azt is el lehet, hogy a majomtól származunk, még mondják is, hogy főemlős, ugye? Hát én úgy gondolom, hogy nem a majom a főemlős, hanem mi vagyunk a főemlősök. Szóval engem ne hasonlítsanak össze egy majommal, kikérem magamnak. És azt hiszem a legtöbb ember kikérné magának. Nem tudom, hogy gondolják a kutatók meg a tudósok, de hát arra, hát nyilván, és gondoljuk végig, a kutatók meg a tudósok azt az eredményt hozzák ki, amire megfizetik őket. Tehát őket arra fizetik, hogy az evolúció a legfőbb teremtés ezen a bolygón, akkor ők azt hozzák ki kutatási eredményként. Jó, tehát lényeg az, hogy van nekünk egy küldetésünk, ez a küldetésünk, tehát a PPH-n belül van a Nyílt Akadémia, külön szervezet, az egyik egy akadémia, ahol tanulás folyik, a másik pedig egy üzleti rész, a PPH, az egy üzleti rész. Jó, tehát ez a kettő, ez kicsit el van különülve egymástól, de mégis összefügg. Tehát kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, ez a küldetésünk. Tehát átadni azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Eljuttatni az aranykort az emberiség életében. Én ezért születtem, most már tudom, hogy ezért születtem. Ez a dolgom, ez a küldetésem, és ezáltal a szervezeté is, amit alapítottam, és ezt nem tudtam annak idején, hogy ez így fog alakulni, természetesen mikor ez a szervezet alakult, de most már tudom, méghozzá most már 5. éve tudom. Tehát van kétféle szolgáltatásunk, amelyeket a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk. Vannak az eseti rendezvényeink, ezek ilyen probléma megoldó, megelőző képességfejlesztések, tudásátadások, ember és életjobbítás tudásának rendezvényei, és van egy másik fajta, rendszeres, ez pedig egy ember és életjobbító kócsképző rendezvénysorozat, ahol aki ezen mondjuk részt vesz, ezen a rendezvénysorozaton, ő tud kapni bizonyítványokat, kócsbizonyítványokat, illetve kócsdiplomát. Tehát ez két különböző fajta rendezvény. Hoppá, mire kattintottam? Na akkor vissza, gyorsan. Jó, még egyet. Tehát nézzük meg, hogy mit nyújthat a Nyílt Akadémia. Tehát mivel akadémia, ezért rendezvények vannak, ugye ez teljesen világos. Ugye még egyszer kétféle, vannak eseti, és van rendszeres rendezvény. Van, aki az esetén részt vesz, csak úgy hébe-hóba, és van, aki a
rendszeresen részt vesz, az részt tud venni az esetin is. Tehát az eseti nem tud részt venni a rendszeresen, de a rendszeres az részt tud venni az esetin. Jó? Tehát ez így működik. Tehát mit nyújthat maga ez az akadémia? Kiváló döntés, cselekvő és megoldó képességeket. Hát vajon mennyire van erre fontos, tehát mennyire van ma szükség, hogy az ember jó döntéseket hozzon, helyesen cselekedjen, megoldja a dolgait az életében. Fontos? Tudatosság, probléma megoldó és teremtő képesség fontos vajon az életben? Az, hogy valaki szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagiakban gazdag, tartósan boldog életet éljen, az fontos? Ráadásul amit nyújtunk, az a legtisztességesebb dolog a világon, és nem csak a legtisztességesebb, tehát hogyha például valaki coachá válik, az egy hivatás. Tehát a coach szakterület az egy hivatás. Éppen most kaptam kölcsön egy könyvet ebben kapcsolatban. Az 500 legjobb coaching kérdés. A coaching azt jelenti, tehát a coachingol a coach, amikor dolgozik. A coaching azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Azt írja, hogy nagy munkatankönyv kezdők és haladók számára coaching képességeik fejlesztésére. Jó, tehát ez egy ilyen, nem is egy vékony, egy ilyen gyakorlat, és néztem, ilyen jegyzetek is vannak benne. Csak belepillantottam, ezt most kaptam, kölcsön mondom még egyszer, kölcsön kaptam, hogy tekintsem át. Na most egyébként úgy jöttünk rá, hát most már 2 évvel ezelőtt, pont ilyen tájt, igen, 2 éve májusban, akkor jöttünk rá, hogy azt, az, amit csinálunk, az igazából coaching. Ugye a coach kifejezés azt jelenti, hogy edző, személyi edző, magyarra fordítva mi úgy hívnánk inkább, hogy ember és életjobbító. És 2 évvel ezelőtt rájöttünk arra, hogy egy újságcikk alapján, hogy mi pont azt csináljuk. Pedig nem tanultuk Amerikából magát a coach szakterületet, magát a coach hivatást, hanem az minden része itt lett kifejlesztve. Úgyhogy meglepődtünk, és onnantól kezdve elkezdtük ezt hivatalosan coach szakterületként nyújtani. Egyébként nálunk, nem tudom, hogy el tudná azt képzelni, ez egy plusz lehetőség, ez nem kötelező, hogy mások tanulásából pénzt profitáljon. Más fejlődéséből pénzt profitáljon. És akkor valaki megkérdezte a jó módkorában, illetve nem megkérdezte, hanem megpróbált így kioktatni, hogy ezt a képzéseket, ezeket ingyen kellene adni. Na most evel kapcsolatban csak mondok egy példát. Elég, tehát az elmúlt 5 évben, 5 éve kezdtük, 2010-ben kezdtük az ilyen típusú képzéseket fő tevékenységben nyújtani, és hát akkor ezt nem tudtuk, hogy coach, de azóta csináljuk, és különböző áron próbáltuk. Ez 4000 és 16000 forint között volt. Egy hónap. És kipróbáltuk. Sőt, azt is kipróbáltuk, hogy ingyen. Minél olcsóbb az ár, annál jobban nem értékelik az emberek. Tehát általában ez úgy működik, hogy ha valami díjmentes, azt egyáltalán nem értékelik. Mondok példát ezzel kapcsolatban. Ugye elég sokan hallgatnak engem, nem csak Magyarországról, hanem világviszonylatban. És itt van ez az első rész, ez a díjmentes. Elég fontos rész, már csak azért is, mert ez egy ilyen motiválós
ez a rész. Tehát azt a célt szolgálja, hogyha valaki régi és újra meghallgatja, akkor azt tudja mondani, én ha most lennék új, akkor én most is csatlakoznék. Hát ezt a célt szolgálja a régiek számára, az újak számára pedig azt a célt szolgálja, hogy megismerjék ezt a lehetőséget, hogy mi mivel is foglalkozunk. És mégis azoknak a nagy része, aki havi rendszerességgel részt vesz a képzéseinken, illetve mondjuk azt, hogy rendezvényeinken, a coachképző rendezvényeinken rendszeresen részt vesznek, azoknak jó része ezt az első részt igénybe se veszi, mert díjmentes. Nagyon érdekes. Tehát ami ingyen van, azt nézzük csak meg bármit az életünkben, amit ingyen szereztünk, nem kellett érte tenni semmit, azt mennyire becsüli az ember? Semennyire. Minél jobban valamiért meg kellett dolgozni, annál jobban becsüli az ember. És nyilván, hogyha valamiért pénzt kellett fizetni, azért is megdolgozott, mert a pénzt elő kellett teremteni. És ugye minél többbe került valami, annál jobban megbecsüli. Tehát például valaki kap mondjuk a szüleitől egy lakást, vagy keményen megdolgozott a lakásáért, melyik fogja jobban becsülni? Nem kérdés, az, aki keményen megdolgozott. Nem az, aki csak kapott valamit. Nem tudom, világos-e. Tehát, hogyha díjmentesen adnánk, akkor ma egy olyan társadalomban élünk, hogyha valaminek nincs ára, akkor az emberek fejében hát az értéke is annyi. Hogy semmi. Jó? Tehát akkor ezt így letisztáztuk, ezt a kérdést. Úgyhogy azt az illetőt, aki így kioktatott, Skype-on volt fönn nekem, gyorsan a Skype-ról le is töröltem. Úgyhogy ilyen emberrel nem is kommunikálok. No, szóval a lényeg az, hogy, haladjunk. A rendezvényeinket egyébként igénybe lehet venni személyesen, a helyszínen, vagy interneten keresztül élőben, és természetesen azoknak, akiknek jogosultsága van, felvételre is hozzá tudnak férni. Egyébként az élet és emberjobbító rendezvényeinket a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk. Ez azt jelenti, hogy nézzük meg ezeket a feltételeket. Rugalmas. Rugalmas a kezdés, rugalmas a befejezés. Gyakorlatilag nincs időhöz kötve maga a tanulás. Akkor, illetve a rendezvények igénybevétele. Bár vannak időpontok a személyességhez, meg az élő igénybevételhez. Akkor azon belül nincs olyan, hogy egy bizonyos időpontba kell mindenkinek kezdeni, hanem rugalmas, teljesen rugalmas a kezdés. Ezzel teljesen egyedülállóak vagyunk, de abban is egyedülállóak vagyunk, hogy ha valaki azt gondolja, hogy esetlegesen szeretné jóval kedvezőbb áron igénybe venni a képzést, akkor a munkájával fedezheti a képzés díját. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki 3 embert küld a Nyílt Akadémia képzésére, akkor neki a képzése ingyenes. De ha valaki ennél többet küld, akkor az természetesen onnantól származva jövedelemként működik. Maga a képzés, nem tudom, tudják-e, hogy a coachképzések azok mennyibe kerülnek úgy szerte a világban vagy Magyarországon, nem egy olcsó típusú képzés. Ami azt jelenti, hogy általában olyan 5-6-10-szer annyiba kerül, mint nálunk,
pont azért nálunk jóval kedvezőbb a díj, hogy bárki számára elérhető legyen. Egyébként a coachképzésünk az 100 000 forint lenne havonta, 30 óra, és az nem is olyan sok, mert az 3000 forint durván, 3300 óránként, de ebből van egy olyan kedvezmény, ami árgaranciás, ami azt jelenti, hogy az első hónap ma még a kezdőnek 15 000, de hónaptól már 16. Jó? Tehát hónaptól kevesebb a kedvezmény. Tehát ma még 6 000 a kezdés, a második hónaptól, tehát ha valaki most kezdi, akkor 6 000-et fizet a második hónapban, illetve az összes többi hónapban, ugye a 24 hónap lejártáig. Ha pedig holnap, akkor az már 7 000 forint. Jó, nem nagy különbség, de mégis valamicske különbség. És ez amiatt több, mert ugye eddig tartott ez a típusú kedvezmény, ami azt jelenti, hogy végig természetesen ezek az árak a két évig megmaradnak. Tehát két éves maga a coachképzés. Ha valaki nem akarja elkötelezni magát, semmi gond, lehet nyugodtan az eseti rendezvényeken majd részt venni. Jó, úgyhogy úgy van kialakítva az egész rendszer, hogy egy nagyon rugalmas dolog, minden a képzésre épül, tehát minden a képzésre épül. Az egyéb lehetőségek az csak plusz grátisban vannak, amiért külön nem kell fizetni, csak az ember, ha akarja, alkalmazza, vagy használja, akarja, nem. Mik ezek a grátis dolgok? Például az, hogy vannak termékeink, ami az egészség helyreállítását, megőrzését segíti, nem nagy számba egyébként, ne gondoljanak nagy számra, ezek ilyen bevált, még az előző szolgáltatásunkból maradt termékek, illetve vannak olyan lehetőségek, hogyha valaki szeretné a jövedelmét bővíteni, akkor azáltal, hogy a Nyílt Akadémiába szervez tanulókat, most eseti vagy rendszeres, az most ebből a szempontból mindegy, de az a lényeg, hogy nyilván az esetivel több a jövedelem, vagyis a rendszeressel, mint az esetivel, tehát jövedelmet tud létrehozni. Ugyanis úgy van meghatározva, hogy a Nyílt Akadémia bevételeinek a 60%-át visszajutatja azoknak, akik a szervezésben részt vesznek. Jó, tehát ez nem egy kötelező dolog, ezért külön nem kell fizetni, ez egy lehetőség, aki él vele, él, aki nem él, az nem él, ő dolga. Jó? Tehát ez egy plusz lehetőség. Ráadásul úgy van az egész rendszerünk kialakítva, hogy akár létre lehet hozni egy csoportot, de ez nem Nyílt Akadémia, nem, ez mind PPH, amiről most beszélek. Tehát létre lehet hozni egy szervezői csoportot, és mint csoportvezető a csoport teljesítménye után lehet részesedni. És nyilván egy idő után ez a jövedelem több tud lenni, mint a saját magunk által szervezett emberek utáni jövedelem. Tehát mindig a szervezés a Nyílt Akadémia képzéseire történik. Jó, tehát a jövőben tervezzük azt például, hát ez lehet, hogy a jövő hónapban már fog működni, nem tudom, lehet, hogy az utána következőben, hogy igénybe lehessen venni például ilyen szép kártyával, meg ilyenekkel magát a rendezvényeket. Jó, tehát vannak sok olyan dolgozó, aki kap ugye béren felüli juttatásként ilyen különböző kártyát, rapénzt, tehát kártyára pénzt. Ugye azért, mert az adó és járulék kedvezményben részesül a munkáltató által. És a jövőben tervezzük, hogy lehessen ilyenekkel fizetni. Nem tudom, világos-e? Tessék? Ez a víz nem ja? Tehát a szép kártya, ismerjük, hallottunk róla, hogy van olyan, hogy szép kártya. Tehát a szép kártyán belül, meg még egy-két más
kártya lehetőség is fog működni. Jó, tehát ez tervezve van, ezt működtetni fogjuk. No tehát, egyébként van, tehát ebben a két évben volt, illetve lesz, még van ugye két témánk ezen kívül, két nagy témánk, tehát összesen, kettőt levonunk, akkor 22 témánk volt, 22 nagy téma volt ebben a két évben, júniusban fog letelni, illetve júliusra fog letelni a 24 hónap. Tehát 24 hónappal ezelőtt, akik elkezdték, azok most fogják megkapni a coach diplomájukat. Ha valaki kihagy egy hónapot, arra nincs mód, csak olyan formában, hogy akkor az újrakezdés az 15 ezer forintjába, vagyis 16 ezer forintjába fog holnaptól kerülni. Jó? Csak ez le van írva a weboldalon, csak azért mondom, hogy tiszta és világos legyen. No, tehát sok témánk van, és a mai témánk, nem tudom, nézték-e, hogy mi a témánk? Nem nézték? Ki nézte, hogy mi a témánk, a mai téma? Senki nem nézte? Na ne. Miért én néztem, csak elfelejtettem. Hát az oldalon is fönn van, levélbe kiment, Skype-on is kiment a témának a neve. Tehát nem nézte senki, hogy mi a téma? A mai témánk az időbeosztás, a boldog élet mérföldköve. Tehát az időbeosztás, a boldog élet mérföldköve. Beszéljünk erről egy kicsit, jó? Már nem sok időnk van erről, de nem is az a lényeg, hogy erről mindent megtudjanak. Hát azért vannak a képzéseink, hogy ott mindent megtudnak róla. Jó? Tehát ez csak egy ízelítő ezzel kapcsolatban. No, akkor időbeosztás. Van ezzel kapcsolatban, fölraktam egy idézetet, ez az idézet tőlem származik. Ugye említettem az imént, hogy több tízezer ember képzésében, vezetésében vettem részt, ez körülbelül 45 ezer ember. Úgyhogy elég nagy tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hogy időbeosztás, és avval kapcsolatban is, hogy elég sok cégvezetővel kerültem kapcsolatba az elmúlt 28 éve, mióta emberekkel foglalkozok. Tehát úgy kezdtem az üzletkötői életet anno annak idején, hogy cégvezetőkkel kellett, vagy cég második emberével kellett tárgyalgatnom. Hát az nem rossz volt. Több, hát sok száz tárgyaláson vagyok túl cégvezetőkkel is, hát magánszemélyen még több. Na most időbeosztás, és ennek alapján lett fölrakva netre tőlem egy idézet, mindjárt mutatom, hol van ez. Hát nyilván akik nincsenek csak hangba hallgatnak most engem, ők nem fogják látni. Mindjárt mutatom. Tehát van nekünk a weboldalunk, és a weboldalunkon van egy olyan, hogy pénzteremtés, és a pénzteremtésen belül van egy olyan, hogy vegyél részt csütörtök este. És akkor ugye ez volt a promó anyag hozzá, a promóciós anyag, és itt van egy idézet tőlem, hogy a sikeres emberek hasznosan töltik el a szabad idejüket, a sikertelenek haszontalanul. Az a baj, hogy az emberek még azt se tudják, mi az, hogy hasznos, meg haszontalan. Tehát szó szerint én azt tapasztalom, hogy az emberek még azt se tudják, hogy mi a különbség a haszontalan és a hasznos között. Tehát a legtöbb ember azt hiszi, hogy valamire, hogy hasznos, közben totál haszontalan. Tehát még egyszer mondom, a sikeres emberek hasznosan töltik el a szabad idejüket. Nem az idejüket, a szabad idejüket. Tehát nem az a különbség a sikertelen és a sikeres között, hogy a sikeresnek szerencséje van, a sikertelen meg szerencsétlen.
Nem ez a különbség, hanem az, hogy a sikeres emberek mindig hasznosan töltik a szabad idejüket. Tehát nem a munkaidejüket, a szabad idejüket. Tehát beszéljünk arról, hogy mi az, hogy hasznos, és mi az, hogy haszontalan. A hasznos az azt jelenti, hogy hasznot termel, hasznot hoz. Konkrétan kézzel fogható haszna van, csak hogy tiszta legyen. Bármi olyan dolog, aminek nincs kézzel fogható haszna, az nem mondható a hasznos dolognak, és nem sorolható a hasznos dolgok közé. Tehát akik saját erőből lettek sikeresek az életükben, azok figyeltek arra az életükben, hogy a szabad idejüket hasznot hozó dolgokkal töltsék el. Na akkor kérdezem, mondjuk a tévénézés az mennyire hoz hasznot? A kirándulás mennyi hasznot hoz? Hasznot, kézzel fogható, mondom. Mondom, hogy össze vannak cserélve a fogalmak. Tehát milyen kézzel fogható? Ha gombát szednek mondjuk kirándulás közben, és mondjuk a gombát megeszik, akkor volt valami haszna, persze. Így van, akkor volt valami kézzel fogható haszna. Az oké. Okay. Hát a gyilkos galócának nem igazán. Jó, tehát annak nem igazán. Jó, tehát mondom, kéz, tehát azt értsük meg, hogy a hasznos, ami kézzel fogható haszon. Jó? Tehát például azt mondja valaki, hogy elment valamilyen rendezvényre, és kézzel fogható haszon. Nekem az lett a kézzel fogható hasznom, hogy mennyit épültem belőle. Jó, és utána mennyit változott meg az élete? Na az a kézzel fogható, ha megváltozott az élete. Ha nem változott meg az élete, akkor az nem kézzel fogható. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő a rendezvény után micsoda kézzel fogható dolgokat kapott, az nem igaz, mert az csak utólag fog kiderülni, hogy az kézzel fogható vagy sem. Magyarul, hogy az életén változtat-e az illető, vagy nem változtat semmit. Tehát valaki elmegy színházba, volt egy vitám még ezelőtt sok évvel egy munkatársammal, egy PPS munkatársal, aki már nincs a rendszerben, de akkor, hogy mert ő imádott színházba járni. És akkor megkérdeztem, hogy mi a haszna annak, hogy ő színházba jár. Hát, hogy ő töltődjön, jól érezze magát. De mondom, mi a kézzel fogható haszna? Tehát az azt jelenti, hogy másnap például az illető jobban fog dolgozni, eredményesebb lesz, kizárt dolog, mert másnapra, tehát az a feltöltődés csak akkor lesz, másnapra az már nem hat. Tehát ő neki másnapra az semmit nem fog jelenteni. Tehát ami azt jelenti, hogy hoz-e kézzel fogható hasznot az a dolog, amit az ember a szabad idejében eltölt. Na ez a kérdés. És így értékeljük át azt, hogy hasznos. Mert ugyanis, ha valaki az idejét be akarja osztani, akkor négy dologra kell figyelnie. Tehát négy dologra. Nem kettőre, nem ötre, nem tízre, mindössze négy dologra. Ez a négy dolog a következő, hogy mi a fontos, mi a sürgős, mi a nem fontos, és mi a nem sürgős.
Ennyire kell odafigyelni. Na, beszéljük át ezeket a kérdéseket. Tehát mi a fontos? A fontos mindig az, ami hasznos. Világos ez? Mi a sürgős, ami halaszthatatlan? Tehát halaszthatatlan. És akkor természetesen mi a nem fontos, ami nem hasznos. És mi a nem sürgős, ami nem halaszthatatlan. Tehát ami halasztható, az nem sürgős. Stim? Az ember, hogyha be akarja osztani az idejét, tehát sikeresség nincs időbeosztás nélkül, jó? Tehát nincsen. Az azt jelenti, hogy az egyén fogja és bekategorizál mindent az életében. Ebben a négy dologba. És ezt a következőképpen csinálja, mindjárt mutatom. Csinál egy ilyen hatalmas táblázatot, én csak kicsibe rajzolom. Egy hatalmasat, ahol itt lesz a fontos dolgok, felsorolva, itt lesznek a sürgős dolgok, felsorolva, itt lesznek a nem fontos dolgok, felsorolva, és itt pedig a nem sürgős dolgok. Tehát nincs más kategória, csak ennyi. Mindent, amit nap mint nap valamilyen szinten az ember tesz. Beleértve a szombatot, beleértve a vasárnapot, beleértve az ünnepet, mindent ide besorolva. Belesorolva a születésnapokat, névnapokat, minden, ami történik, mindent ide be kell sorolni. Mindent. Nem csak a saját születésnapot, más születésnapját is, akitnek a születésnapját mondjuk szokta önünnepelni. Jó? Tehát mindent besorol. Oké? Jó, tehát, és utána mit csinál az ember? Csinál egy sorrendet. Ezt úgy hívják, hogy fontossági sorrend. Nem sürgősségi sorrend, fontossági sorrend. És fontossági sorrendben végzi el a teendőket. Mi a fontossági sorrend? Leírom, jó? Fontossági sorrend a következő. Először is a fontos dolgokat csináljuk. Utána a sürgős dolgokat csináljuk. Ez a sorrend. Nem a sürgős van előbb, a fontos van elő. És csak azután foglalkozunk a nem fontos, nem sürgős dolgokkal. Jó? Tehát csak utána jön. Tehát magyarul, még azon belül is, bocsánat, kihagytam egy dolgot. Mivel kezdjük? Az első a fontos és sürgős. Jó? Ez az első. A második fontos, de
de nem sürgős. Igen, közben eszembe jutott. Harmadik, sürgős, de nem fontos. Negyedik, nem fontos, nem sürgős. Így kategorizálunk. Nem másként, ez az egyféle módon. Jaj, ne hiányzik az S betű. Tehát sürgős. Fontos, sürgős dolgokkal foglalkozunk legelőször. Utána fontos, nem sürgős, utána sürgős, nem fontos, és utána nem fontos, nem sürgős. Helyesen kell bekategorizálni mindent. Helyesen, mert ezen múlik minden. Hogy helyesen kategorizálja be. Kérdezek én, mondjuk a villanyszámla kifizetése, az hova tartozik? Attól függ, hogy mi a határidő. Tehát ugye az ön villanyszámlának az, a villanyszolgáltató felé történő kifizetés, az hova sorolódik? Tessék? Valaki azt mondta, hogy micsodát mondta? Én fontosat mondtam, mert kikapcsolják a nem. Fontos? Fontos? Aha. Na ez a óriási tévedés. Azért, mert az a villanyműveknek fontos, hogy te befizest. Igen, de nem. Neked legfeljebb sürgős. Hoppá. Tehát jól jegyezzük meg, hogyha neked tartoznak, akkor az neked fontos. Ha te tartozol valakinek, az nem fontos, az legfeljebb sürgős. Nem így gondolkodnak. Hát én arról nem tehetek, hogy nem így gondolkodnak, azért tartanak ott az emberek, ahol tartanak. Ilyen egyszerű a dolog. Mert nem jól gondolkodnak. Tehát, hogyha az emberek jól gondolkodnának, akkor jól élnének az emberek. Azért élnek rosszul, mert rosszul gondolkodnak. Olyan az életük, amilyen a gondolkodásuk. Sorry. Tehát még egyszer mondom. Ha önnek valaki tartozik, az önnek fontos. Annak az illetőnek nem fontos, csak sürgős. Ha, de akkor sürgős, amikor már határidős, nyilván. Addig nem sürgős. Ugyanez. Ha ön tartozik valakinek, akkor az önnek nem fontos. Az csak, ha eljön a határidő, akkor önnek sürgőssé válik. Világos ez? Mi az, ami fontos? Ami például alapdolgok, ami az ön túlélését szolgálja. Mi szolgálja a túlélést? Egyen. Például az, hogy vizet igyon, levegőt vegyen. Hát ez elég fontos dolgok, nem? Tehát, hogyha mi a fontos, akkor ez nem volt világos. Még egyszer mondom, az a fontos, ami kézzelfogható hasznot hoz. Hogy ön kifizesse a tartozását, az hoz önnek kézzelfogható hasznot? Nem. Stim? Az nem hoz, az pénzt visz. Az nem hoz pénzt. Az pénzt visz, mikor kifizeti a tartozását. Tehát rakjuk helyre ezeket a dolgokat. Jó? És onnantól kezdve, amikor az ember elkezd ezzel foglalkozni, egész más lesz az élete. Elkezd rendeződni az anyagi téren is, és egyéb téren is. Azért, mert a szabad idejét helyesen fogja kihasználni. Tehát tessék már megérteni, hogy attól, hogy a fogyasztói társadalomban az egy fontos dolog, hogy az emberek költsenek,
Attól az embernek nem kell majomnak lenni és utánozni másokat. Tehát vannak a majom emberek, akiket tök jól befolyásoltak, idomítottak már arra, idomított majmok, akik szépen a fogyasztói társadalomra be vannak idomítva. De nem kell majom lenni és utánozni a többit. Éppen nézett ma a nejem egy ilyen kis rövid kis videót a YouTube-on, hogy ment egy férfi és három német juhász kutya pedig pontosan követte, tehát egyik oldalon, másik oldalon, egy meg mögötte, ha ő megállt, megálltak a kutyák, ha elindult, ment, egy métert nem mentek el, nem figyeltek semmire a kutyák, csak azt csinálták, amit a gazdája, és amit a gazdája az utcán ment, a mentek követték a három kutya. És akkor mondtam a nejemnek, hogy szépen be vannak idomítva, mint az emberek. Az emberek is már szépen be vannak idomítva. Tehát szó szerint, ugye, ha valaki tanulta az emberi elme működését, itt a PPH-ban, akkor tudja azt, hogy rossz állapotban, ugye hogy működik az ember? Tehát, hogyha rossz állapotában van. Hogy működik? Tehát egy rossz állapotú ember úgy működik, mint egy állat. Nem tanítható, idomítható. Nem vicc. Tehát a kutya sem tanul, a kutya nem tud tanulni, a kutyát idomítják. Én idomítottam kutyát, megtanítottam arra, hogy hogy kell, tanították nekem, hogy hogy kell megtanítani a kutyát arra, hogy ülsz. És annyit kellett csinálni, hogy vágni ilyen pici virsli karikákat, ennyit. És csak annyit kellett csinálni, hogy mikor a kutya áll, elhúzni így az orra fölött, hátra. És a kutya abban a pillanatban leül. És csak annyit kellett mindig mondani, mikor elhúztam az orra fölött, hogy ülsz. És ezt megcsináltam kb. 5 virsli karikával, és a kutya be volt idomítva. De megveszett a virsli karikáért. Megveszett. Szó szerint. Pedig nem akár mekkora kutya volt, mert egy bernátegyi volt. Tehát a kutyát lehet úgy idomítani, hogy erőszakkal lenyomják a hátsóját, és azt mondják neki, hogy ülsz, vagy lehet olyannal idomítani, amit szeret. Na, ezt csinálják az emberrel. Az embereket idomítják erőszakkal, vagy idomítják azzal, amit nagyon szeret. De az ember csak rossz állapotában lehet idomítani. Tehát még egyszer mondom, egy rossz állapotú ember nem tanítható, idomítható. Nem vicc, ez komoly. Megnézem, én még nem láttam rossz állapotú embert, aki képes lett volna arra, hogy amit tanul, látszólag tanul. Tehát az nem tanulás, hogy ott ül valaki mondjuk egy könyv fölött, az nem tanulás. A tanulás az, hogyha az, amit megtanul, az használja. Én még nem láttam rossz állapotú embert, hogy a tanulmányait használta volna. Hanem mi történik? Nem használja. Itt bemegy, meg kijön, amit tanul. De szuperül lehet idomítani a rossz állapotú embereket, mint az állatokat. Hát ebből is látni, hogy van közünk az állatvilághoz, csak nem evolúció véget. Csak nem a véget. Ha nem? Azt kérdezted, hogy ha nem? Vagy mit mondtál? Hát ha nem, hát ugye elmondtam azt, csak egy mondat erejéig mondom, hogy az ember a legkevertebb faj az értelmes élőlények között az univerzumban. Tehát a legkevertebb faj. Aminek része az állat is.
Tehát bennünk vannak állati gének is. Tehát állati gének is. Jó, tehát, de erről csak ennyit. Világos akkor ez? Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy, az életünk rendeződjön, akkor egy az, hogy nem hagyjuk magunkat idomítani. És ugye, hogy működik az állat például? Megtanítottak majmot feltörni kókuszdiót, elkezdte feltörni, és onnantól kezdve használta a majom azt, hogy feltörte a kókuszdiót, és utána úgy ette meg a kókuszdiót, mert hát addig nem tudta megenni, és utána a többi majom elleste. Elleste tőle, hogy hogy kell feltörni a kókuszdiót. Tehát ugye az egyik másolódás alapján ellesi a másiktól. De az egy jó dolog, hogy legalább most már a majom tudott kókuszdiót enni. Most kérdés itt az emberi mi voltunkban, hogy mit másolunk. Ez a kérdés. Jót másoljuk, vagy a rosszat másoljuk? Tehát nyilvánvaló, hogy azt akarják, hogy a rosszat másoljuk, és nem a jót, ez egyértelmű. A médián keresztül azt nyomják, hogy a rosszat másoljuk, ne a jót. Tehát jót alig látna a médián keresztül, de a rosszal tele van a média. Na, térjünk vissza még ide a fontos, sürgős kérdésre. Az nem fontos, a sürgős. A takarítás a sürgős. A sürgős, mert megesz a kosz. Nem fontos. Tehát nincs kézzel fogható haszna. Tehát kézzel fogható haszna nincsen. Tehát abból nem lesz pénzed, vagy nem, mit tudom én, nem fogsz belőle jól lakni, nem tudom, érthető-e. Tehát nincs kézzel. Az a lényeg, hogy kézzel fogható haszna legyen. Jó? Tehát kézzel fogható. A sürgős, hogy a kosz ne egye meg az embernek. Rendet rakni. Például az is egy sürgős dolog. Annak sincs kézzel fogható haszna a rendnek, de az egy sürgős dolog. Tehát a fontos, mi a, tehát ami hasznot hoz. Tehát például mondjuk van egy célod, és meg akarod valósítani, és mondjuk az egy fontos cél, akkor az egy fontos dolog. Érthető? És hogy a célodat megvalósítsd, az egyben sürgős is. Tehát az életben a legfontosabb és legsürgősebb dolgok azok, ami a te túlélésedet szolgálja, soroljuk föl, jó? Tehát túlélésedet szolgálja, biztonságodat szolgálja, hasznos célokat szolgál, tehát hasznos célokat szolgál, tehát hasznos célokat szolgál. Na most mondok például, hogy mondjuk tételezzük fel, már nagykorú a gyereked, és mondjuk te vagy az anyja, és te készítesz neki enni, mert még veled él. Na, azt hova sorolod be? Na, azt hova sorolod be? Hát nem fontos, mert neki fontos, hogy egyen, nem? Neked nem fontos. Világos ez?
Tehát ami rád vonatkozik, rád, tehát a te túlélésedet szolgálja, a te biztonságodat, a te célodat szolgálja, az a fontos. És ez nem azért, mert ego, nem azért. Azért, mert ha őről van szó, akkor az ő neki fontos, nem tudom, érthető-e. Tehát ha őről van szó, ő neki fontos. Neked legfeljebb besorolhatod a sürgős kategóriába. Hogy a gyerekednek enni adj, de nem a fontos kategóriába. Tehát magyarul az a, nem, az a sürgős, de nem fontos. Jó, az a harmadik a sorban már csak. Harmadik a sorban. Jó? Tehát mondjuk, hogy takaríts, az a sürgős, nem fontos, az is a harmadik kategória. Hogy tévézz, az hova tartozik? Az a negyedik kategória, így van. Így van, hogy elmenj mondjuk kirándulni, hova tartozik? Negyedik kategória. Egészség szempontjából fontos. Mondom, kirándulni. Az egészség szempontjából bőven elég, ha elmész 15 percet sétálni. Így van. Hát nyilván nem a benzingőzbe természetesen. Jó? 15 perc elég. Nem, nem kirándulni, hogy az egész napodat eltöltöd a semmivel. Az hazajössz fáradtabb vagy, mint mikor elmentél. Mert hogyha hazajönnél és nem lennél fáradtabb, mint ahogy elmentél, egy szót se szólok. De mindenki fáradtabb a kirándulás után, furcsa mód. Akkor energiát kaptál, vagy vettél? Vettek el tőled. Hát ha fáradtabban jössz haza, akkor nem kaptál energiát, bocs. Hát csak hogy rendezzük ezeket a kérdéseket. Tehát például elmész szórakozásból mondjuk egy strandra. Hova sorolnád? Négyes. Négyes, egyértelmű. De ha amiatt mész el, mondjuk egy melegvízű gyógy helyre, mert fáj a derekad, és tudod, hogy kilazítja, és jó leszel, akkor az hova? Akkor az egy más kérdés. Mert annak van kézzelfogható haszna, mert nem fáj a derekad. Az egy kézzelfogható dolog, hogy nem fáj a derekad. Érthető? Tehát az már kézzel fogható. Például valakinek fáj a feje. Hova sorolja, hogy megszűnjön a fejfájása? Egyesbe, így van, fontos, sürgős. Egyértelmű. Hát fontos is, meg sürgős is, hogy ne fájjon a fejed, nem? Tehát az, hogy ne legyél beteg, az fontos, nem? Az egy fontos kérdés. Tehát az egy fontos kérdés, hogy ne legyél beteg. Tehát ha beteg vagy, minél előbb meggyógyulj, az egy fontos kérdés. Magyarul, ha valaki beteg, akkor az egészségének a helyreállítása rögtön följön fontos sürgős kérdésnek. És minden szinte jön mögé. Nem tudom, világos-e? Na, már az emberek nem ezt csinálják. Hát ezért betegek folyamatosan. Tehát mondjuk valaki megbetegszik, rögtön át kell írni a dolgokat. Mert a betegséget helyrehozatala, az rögtön följön fontos sürgős kérdésbe. Érthető ez? És hányszor nem ezt csinálják, főleg a hölgyek? Hogy minden fontosabb, csak önmaga, nem? Hogy ki kászálódjon a betegségből. Tehát hogy akarsz magadon vagy másnak segíteni, ha romokba vagy? Hogy akarsz másnak segíteni, a romokba vagy? Érthetők ezek a dolgok? Tehát onnantól kezdve, hogyha ezeket figyeled, és ha valami beelakad, semmi gond, fordulj hozzám bizalommal, megmondom, hogy ez a dolog fontos vagy nem. Például mondok egy dolgot, mit tudom én, mondjuk a te születésnapod, hogy a te születésnapodat megünnepeljék akkor aznap.
azt hova sorolnád? Hát nem sürgős, mert át lehet rakni másnapra. Fontos? Nem. Nem fontos, mert miért ne lehetne máskor megtartani? Így van, nem fontos, nem sürgős dolog. De olyan, hogy a legtöbb ember aznap azt mondja, hogy csak aznap lehet tartani. És akkor minden más tabu, mert aznap tartják. Például az, hogy eljöjj mondjuk egy szombati rendezvényre, hova sorolnád? Egyes. Egyértelműen egyes. Fontos, sürgős. Fontos, sürgős. A te fejlődésedet hova sorolnád? Egyes. Nem kérdés. Egyes. A fejlődésed? Egyes. Nem kérdés. Hova sorolnád mondjuk a PPH-s szervezést? Egyes. Hát minimum fontos, nem biztos, hogy sürgős, de attól függ, hogy neked vannak-e céljaid, és akkor már sürgősé tetszett. Például azt mondod, hogy kedre szervezek, akkor előtte az rögtön sürgőssé válik, mert kedre szervezek embereket. Mert idő, határidő van. Tehát halaszthatatlan. Jó, tehát van, amikor azt mondod, hogy fontos, nem sürgős, de az még második kategória. De amikor jön a határidő, mert időpontra szervezel, akkor rögtön sürgősé válik. Tehát a sürgős az mindig valami időponthoz kötődik. Érted? Amikor már úgy tart, hogy már minden rendetlen, akkor már körmödre ég ugye a rendnek a hiánya, idő, és akkor rögtön sürgőssé válik. És bekerül a sürgős nem fontos kategóriába. Érthető kezed? Tehát azt értsük meg, hogy a hatalom azt akarja, hogy az emberek modernkori rabszolgaként működjenek. Ahhoz pedig azt érik el az embereknél, hogy a szabadidejüket rosszul használják ki. Nem a munkaidejüket használják ki rosszul, a szabadidejüket. Tehát elérik az embereknél, a hagyományos átlag embereknél, hogy a szabadidejüket rosszul használják ki. És ha az ember a szabadidejét rosszul használja ki, akkor csak átlagemberként fog élni. És modernkori rabszolgaként tud működni. Mindig azt mondják, hogy hát nem jó vállalkozónak lenni, mert a vállalkozó mennyit dolgozik? Basszus kulcs, de szereti! Te meg alkalmazottként nem szereted azt, amit csinálsz. Hát amit az ember szeret csinálni, az nem munka. Érted? Az élvezet. Persze, hát akkor már nem szereti csinálni, mikor már beleunt, és csak kényszerből csinálja, és akkor kapják a vállalkozók, mert nem váltanak. Érted? Hát mint képzeld el, még mindig az életbiztosításra foglalkozna a PPH, amivel kezdtük. Avval kezdtük, 93-ban. Hát már lehet, hogy én is kaptam volna infarktust, vagy agyvérzést, simán. Tehát nagyon sok vállalkozó azért kap infarktust, vagy agyvérzést, mert rég váltani kellett volna, és nem vált. Mint például van olyan ismerősöm, nem is egy, igen, köszönöm, nem is egy olyan ismerősöm, aki nyomdász. Tehát van maszek nyomdája. De az internet miatt ez leáldozóban van ez a szakterület. És ha nem vált, tönkre fog menni. Vagy belegebed a munkába, mert ugyanazt a jövedelmet sokkal több munkával fogja elérni. Tehát egy vállalkozónak tudni kell váltani. Hát nem véletlenül kezdtük ugye a biztosítási területtel, utána jött a nyugdíjpénztár, utána az önsegélyező pénztár, utána foglalkoztunk egészséggel, és most foglalkozunk képzésekkel. 22 év alatt ez az ötödik terület.
az ötödik terület, illetve volt még egy, foglalkoztunk ilyen olyasmiszerű, ha valaki ismeri, olyasmiszerű működés, mint a Lioness, ha ismeritek, vagy mint a Cyanet volt, ahhoz hasonló volt, azt csináltuk hát egy olyan évig durván, igen, pont egy évig. Jó, tehát, de az csak ilyen át, nem hosszú ideig, hanem átmeneti időszak volt. Jó, tehát mondhatjuk azt, hogy 6 tevékenységet végeztünk. De váltottunk, érted? Amikor úgy láttam, hogy már nem annyira érdemes azzal foglalkozni. Váltottunk. És akkor egy vállalkozó úgy működik, hogy vált időben. És akkor nem rokkan bele a vállalkozásába. Jó? No tehát, hát remélem hasznos volt ez a mai nap, valaki kimaradt belőle, vesse magára, mármint nem a mai nap, hanem ez a mai nap estéjének a része, ez az első része, ez fontos volt. Ha bármi kérdésed merült volna fel itt közben, akkor megkérlek arra, hogy beszéld meg a vezetőddel, jelenlévők a szünetben meg tudják velem beszélni majd, illetve megkérek mindenkit, hogy nézze át a weboldalunkat, ha tetszik az, amivel foglalkozunk, akkor itt a helye, ha nem tetszik, akkor nem itt van a helye, ennyi. Jó, de az biztos, ebben kapcsolatban azért elmondanám, hogyha valaki rálépett tudatossághoz vezető útra, akkor ott nincs megállás, ott nincs visszafordulás, mert iszonyú sok zaklatottságot fog kapni a cserébe az illető, hogyha ezt megteszi. És ezt nem én mondom, hanem ez egy égi törvény, és én ezt megtapasztaltam. Tehát én ezt megtapasztaltam, nem mintha én megálltam volna, hanem azoknál, akik megálltak vagy visszafordultak, azoknál tapasztaltam meg. Jó, úgyhogy nem véletlenül hallgatott valaki most engemet, azért, mert a teremtője ide vezette. Egyszerű a dolog. És most gondoljuk csak végig, még egy mondat erejéig, hogy ugye beszéltem erről kedden, hogy érdekes dolog az, mikor a teremtő adja a lehetőségeket, és valaki meg nem él vele, nem? Nem érdekes? Jó, van olyan, amit a sátán ad, azzal nem kell élni, tehát ezt meg kell tudni különböztetni, de egy jó embernek nem ad a lehetőségeket a sátán. Már próbák vannak, például a Cyanetbe engem is be akartak annak idején szervezni, és eleve megmondtam, hogy pilóta játék, és nem is léptem be, és az is lett belőle. Tehát ez egy próba volt. De az ember meg tudja ítélni ezeket a dolgokat. Na hát, amit a teremtőnk ad, azzal azért talán nem kellene vitába szállni. Jó, úgyhogy találkozunk 4 óra múlva, kicsit elcsúsztunk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, találkozunk 4 óra múlva, viszontlátásra!